idén utolsó meccsünk Falko ellen volt, azután kaptunk egy pihenőt, ami szükségünk volt is rá, mivel azelőtt három meccset is lejátszottunk egy hét alatt, fizikálisan is pihentünk, azért fejbe is rendbe raktunk a dolgokat, most újra álltunk a munkába, először kondicionális részsel foglalkoztunk, sikerült egy edzőmérkőzéset lejátszani Kecskemét ellen, ami nagyon jó főpróba volt a következő meccsekre. Jó helyen állunk, következik három mérkőzés, ami azért nagyon nehéz mérkőzések lesznek, főleg ez az első Szolnok ellen hazai pályán, de mindenképpen azt látom, hogy van esélyünk. Így összeállt a csapat. Mindenki tudja, hogy mennyire fontos ez a rész, ahogy egyre több közelítünk a végéhez. Nyilván most van ez a három mérkőzés, és nem középszakasz. Meg főleg ez, hogy attól függ, hogy hol fogunk a végén állni, mármint ez a három mérkőzés után.